Már is itt ül velem szemben Fintor Gábor, a Fesztivál Katlan ügyvezető igazgatója. Üdvözöllek a stúdióban. Üdvözöllek, köszöntöm a nézőket. Nos, akkor beszélgessünk egy kicsit. Ugye Havasi Balázs koncertje volt a Fesztivál Katlanban. Én közben puskázom, mert muszáj. Aztán ugye Magyarországon csak Budapesten is itt lépett fel, tehát az kuriózumnak számít a Fesztivál Katlan életében. Hozzék ura is itt volt, és a többi, és a többi. Mesélj nekünk eddig, milyen programokat láthatott a közönség nálatok a Fesztivál Katlanban. Hát tulajdonképpen a két legfontosabbat kiemelted. Igyekeztem. Ez így van, tulajdonképpen két világsztárról beszélhetünk, hiszen most már Havasi Balázs az egyik legnépszerűbb zeneszerző, zongora, művész, nem csak hogy hazánkban, de most már külföldön is rendszeresen lép fel. Ugyanezzel a műsorával fel fog lépni többek között majd októberben Angliában is, de már debütált Sydneyben, az Operaház nagytermében, és valóban Magyarországon, Budapesten kívül kizárólag Tokajban lépett fel, és nagyon szereti a környezetet. Elmondása szerint világszínvonalúnak nevezte a Fesztivál Katlant, exkluzív interjút is adott nekünk a Fesztivál Katlan stábjának. Nagyon jól érezte magát, teltházas volt a rendezvény, amint egy 2500 férőhelyes Fesztivál Katlan, amely ugye Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színpada, úgyhogy nagyon boldogak voltunk, hogy újból elfogadta a meghívásunkat, hiszen tulajdonképpen visszatérő vendég a Fesztivál Katlannak, és nagyon reméljük, hogy még máskor is köszönhetjük őt a Fesztivál Katlanban. És egy másik világsztár, José Cura, az argentin opera énekes, zeneszerző, karmester, egy igazi polihisztor, a 21. század egyik legnagyobb tenorjainak egyike, ugye őt a negyedik tenorként is szokták említeni, és olyan műsort, olyan produkciót mutatott be a Magyar Állami Operaházzal és a virtuózok tehetségeivel, amelyre nem igazán volt még példa Magyarországon, bár ugye korábban fellépett más helyszíneken is, az Erkel Színházban vagy Veszprémben, de ott kimondottan opera dalokat szólaltatott meg, itt pedig egy show jellegű műsort adott a Fesztivál Katlanban, olyan társak mellett, mint Kós Réka, vagy éppen a virtuózokból Bojtos Luca volt a vendége. Szóval összességében egy ilyen populáris, és mégis tehát a könnyű zene, valamint a komoly zene összetalálkozása és összekapcsolódásából alakult ki egy ilyen show jellegű műsor, amire azt gondolom, hogy összességében vevők voltak a nézők. Óriási neveket emlegettél, és ugye tulajdonképpen rajtam a hideg is végig szaladta, hogy elmondtad, hogy például Havasi vagy José Cura, milyen hangélmény lehet ez nálatok a Fesztivál Katlanban. Most beszélgettünk ugye a múltról, akkor nézzük, hogy mit várhatnak még idén a nézők, illetve a hallgatók, mert ide itt hallgatni is jár az ember a Fesztivál Katlanban. Mire számíthatnak még, ha valóban ellátogatnak hozzátok? Különleges atmoszférára egyrészt, másrészt nagyszerű programokra. Minden leendő programunk megtalálható a Facebook oldalunkon, valamint a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Nagyon sok programunk lesz, kisebbek és nagyobbak. Ezek közül, amit azt gondolom, hogy fontos kiemelni és megemlíteni, az az augusztus végi két nagy eseményünk. 31-én a Monte Cristo grófja, Pozsgai Zsolt és Szomor György alkotása. Ez a darab tökéletesen illeszkedik a nagy műzikelek sorába. Olykor franciás, olykor latinos dallamok, fülbemászó zenei hangzásvilág az, amely majd fel fog csendülni a Fesztivál Katlanban, és hát természetesen parádés szereposztással. Gubik Petra, Vastag Tamás, a már említett Szomor György is a főszereplő. Tehát összességében egy igazi klasszikus musicalről beszélünk, amelyre egyébként már nagyon fogynak a jegyek, szóval érdemes belehúzni. És másnap pedig Bródi János koncertezik. Itt hát ő majd dalokon keresztül mesél szerelemről, barátságról, a hazáról, úgyhogy összességében ő is azt gondolom, hogy egy olyan név Magyarországon, akiért érdemes ellátogatni a Fesztivál Katlanban. Szóval a Monte Cristo grófja és a Bródi koncert, amelyre különösen felhívnám a figyelmet, illetve minden nagy eseményünk előtt, így ezek előtt is Fesztivál Katlan vacsorahajó, azaz a gasztronómiai élményt is bekapcsoljuk, hiszen a kiváló borok mellett a Bodrog folyón hajókázva tölthetünk el egy kellemes vacsorás estét ezen események alkalmával.
Úgy de jól hangzott, amit mondtál már, szívem szerint ott lennék veletek. És egyébként hogy állnak a jövő évi tervek? Tudtok-e már valamit, hogy jövőre milyen programokkal készültök? Mire számíthat a közönség nálatok? Ami már egészen biztos, hogy a Paula Éde Színházban mi szervezzük a bérletes előadásokat, és ezek között megemlíthető, hogy lesz a Cirkusz Hercegnő, a Négy Mesztelen Férfi, valamint az Egérfogó című előadás. Ezekre már a bérletárusítás elkezdődött, szóval idei szeretettel várjuk a Kölcsei Televízió kedves nézőit, valamint, hát ha pár Paula Éde Színház, akkor lesz itt még nyáron Lárpullár előadás, vagy éppen dr. Zaher Gábor előadása is. Ami a Fesztiválkatlant illeti, a jövő évi tervek természetesen vannak, formálódnak, tárgyalások zajlanak, alakulnak, biztos, hogy fantasztikus lesz a következő évadunk is. Én még egyetlen egy dolgot kihagytam, megmondom őszintén, de gyorsan pótoljuk, az Experidence-ről beszéljünk még egy picit, mert hogy ők kizárólag nálatok hajlandók bemutatni az új színdarabokat, illetve az új darabokat, ezt jól tudom? Valóban az utóbbi évben visszatérő vendégeink tulajdonképpen az Experidence. Ez már ugye a negyedik teljes szezonja a Fesztiválkatlannak, és minden évben a legújabb darabjukat elhozták. Szerintem a Cinderella az ezek között is kiemelkedett. Látványvilágát tekintve mindenképpen. Azt nagyon fontos tudni, hogy más sportcsarnokokban felléptek ezzel Magyarországon, de szabadtéri helyszínen ilyen lett fallal, ilyen látványvilággal még nem. Tehát valóban ők is nagyon szeretnek hozzánk jönni, tehát egyfelől a művészek, a produkció, és mi is nagyon szeretjük őket, úgyhogy valóban egy visszatérő vendégekként köszönhetjük őket, és hát egy csodálatos előadásról beszélhetünk. Köszönöm szépen. Egyetlen egy gyors kérdést még gyorsan engedj meg, mert már jelezték, hogy lejárt az időnk, de annyira jó veled beszélgetni, meg jó hallgatni a programokat, hogy milyen nézőközönség látogat hozzátok? Mondjuk a legtávolabbi néző honnan érkezett hozzátok? Az nagyon érdekes, mert hogy nemzetközi tekintetben is kitekintünk, Szlovákiából, Lengyelországból is érkeztek például Hozékurára, a havasi koncertre Budapesten kívül is, Budapestről, Pest megyéből, tehát gyakorlatilag a havasi koncerttel az egész országot megmozgattuk, de alapvetően, hogyha összességében nézem a programokat, akkor legtöbben Borsodból és Szabolcsból így, tehát Nyíregyházáról és Miskolcról érkeznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, nagyon rövid ideig tudtunk csak beszélgetni, szerintem napokig tudnánk ezt folytatni, de biztos, hogy fogsz még hozzánk jönni. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm.